olcsón és gyorsan szeretnél zsetonhoz hozzájutni, látogass el a képernyőn található weboldalra, és használd a Zaptax kuponkódot további kedvezményekért. Na hát srácok, én Peti vagyok, és itt is lennék egy újabb fifás videóval. Ö, hát ez egy nem mindennapi fifás videó lesz, ugyanis gyerekek, nem fogjátok elhinni. Elkaptam. Elkaptam, nem is tudom ezt hogy kifejezni. Szóval, ö, szóval megtaláltam, a PC Foot Champions e heti, e hét, tehát ezen a hétvégén, aki top 1 lett, egyedül a világon 25 meccsből 25-öt nyert meg. Ami, szóval így mi a tudjátok, hogy mi lett volna a vége. És hát ma, és hát ma ezen a derűs napon, ö, hát tulajdonképpen játszani fogunk ellene. Ö, nem tudom, hogy ezt ezt lehet-e hívni egyáltalán játszani -nak, ugyanis hát valószínűleg fogok tőle egy tízest, ha nem többet, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi fog itt kisülni, és két meccset fogunk lejátszani, úgyhogy szerintem hát nézzük is az első mérkőzést, ide be fogok vágni nektek egy-két képet, ahol ugye mutatja, hogy első lett, úgyhogy hát gyerünk, én azt mondom, hogy nézzük meg. Nos, Hát itt is lennénk, ugye az első mérkőzésen, és mint ahogy láthatjátok, itt is lenne az ellenfelünk, aki egyébként Romániában él, és, és román is. Úgyhogy. Pff. Atya úristen gyerekek! 2-4-6 darab icon, szerintem az összes Prime, kivéve a Zanetti. És egyébként ez egy ilyen összevágott videó lesz, úgymond alá kommentált videó, ugyanis felvettem a fészkamot, viszont természetesen nem vettem hozzá hangot, úgyhogy igazándiból ez így össze lesz vágva. Itt látható, ahogy én álltam fel, illetve ahogy ő állt fel, úgyhogy nézzük is. Itt ez a hetedik percben történő esemény, és megvan az első, hát betörtem a 16-oson belőre na, tehát ezt nem mondhatjuk helyzetnek, és hát ő jött a tizedik percben, meg is szerezte a vezetést. Mbappé, és ahogy szokásos módon nyilván nem megy a labdaért, hogy rúgjon még több gólt. Öhm, hát igen, 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 igen. Itt egy, ez az egyetlen lövésem az első fél időben Bakályokótól, és hát tulajdonképpen, tehát hogyha nálad van a labda, akkor, akkor ő azt elveszi. Tehát, hogy tök mindegy, hogy kinél tartogatod a labdát. A csávó az úgy védekezik, hogy tehát tényleg itt Petiből ugye egy gólt lő, Petit, Prime Petit, Uh, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam ez a két meccs alapján, hogy nagyon durván védekezik, tehát hogy konkrétan tudja, hogy te hova fogod passzolni. Tehát, hogyha itt van például, látod, itt lá rávált óriára, és ugye most már nem látszódik, de tudta, hogy én befele fogom passzolni, mert a második, nem tudom passzolni. Uh, ez már a második félidő, az első félidőben csak kettőt kaptam, ami szerintem az elég jó, és hát második félbe, 53. percébe jött is Anri, és hozta a Driven shotot, ezzel 3-0. Aztán mentünk tovább, 65. perc egy LBY-nal beívett labda, ugyanúgy Mbappé-nak, ezzel lett 4, és hát azt kell, hogy mondjam tényleg, hogy tulajdonképpen ő abba veri meg a játékosokat, hogy nagyon durván védekezik, és, és tényleg, hogyha nem egy Úgymond profi ellen játszik, aki szinte ugyanúgy védekezik. Itt közben nyilvánvalóan egy öngól is belefért. Ö, tehát, hogy ő... Neki nem fogsz te gólt rúgni. Hogyha esetleg rúgsz egy gólt, az vagy a játék, vagy, vagy ugye... Vagy ugye éppen épp szerencséd volt, és épp elnézte a védekezést. Tehát, hogyha neki esetleg rúgsz egy gólt, akkor tök mindegy, többet nem fogsz valószínűleg rúgni. És utána, mivel te nem tudsz olyan úgy védekezni, ahogy ő tehát nem tudsz olyan jól védekezni, hogy ő. Ezáltal ő támadásba meg fog verni, és fog rúgni neked több gólt, mint egy. Úgyhogy hogy tényleg, mondom, a világon egyedül ö, csinált ugye 25 per 25 vint. PC-n nyilvánvalóan ez most furán hangzik, mert ugye mindenki most akkor jönni fog, hogy a PC az izé, mindenki csal, meg izé, de gyerekek nem, tehát 18-ban nem csalnak PC-n. Ha ezt, de hát nyilván csalnak, csak kibannolják egyből, tehát rá egy napra már nincsen a <coughs> Úgyhogy, ö, tehát az is mutatja, hogy egy darab 25 per 25 van csak a világon, ugyanis, hogyha csalnának, akkor nyilvánvalóan egy csaló az 25-ig csalja le magát, nem csinál 24-et vagy 23-at, hogy na most akkor, hát lecsalok, de csak 23-at csalok le. Szóval értitek, hogy mit mondok. Ö, és akkor hát hetet kaptam az első meccsem. És hát itt lenne a statisztika igazándiból, ami szerintem fura. Mert, mert ha megnézitek, akkor. Euh, akkor ugye. Hát 7 lövése volt, abból 7 ment kapura és 7 gól. Szóval, hogy konkrétan cserembédett semmit. Nekem ugye egy lövés, egy ment kapura, nulla gól. Nézzük a második mérkőzést. Nos, hát itt is lennénk akkor a második uh, mérkőzéssel. Ugye ugyanaz a csapata, uh, hát elég brutálam úgy a csapata. Szóval, hogy Primary, Prime mat, nem, prime Petit, ugye, Ferdinand, Viera, ugye 91-es Dehe a kapuban, tehát tényleg, hát ezért, azért gondolom, ő meg, megdolgozott azért hiszem ilyen 1000 valamennyi, 1200-300 vinnye van, úgyhogy ez azért nem rossz, nem rossz. A csávó, ugye top 1, Öm... Hát nézzük, nézzük, itt az első lehetőség a 9. percben, ezt még Cseh védte, végre védett gyerekek ellene a kapusom. Öm... Hát nem túl jó amúgy az a Cseh, szóval nem is értem, hogy miért őt használom igazándiból mindegy lényegtelen. Itt ugye Mbappé beindítja Dembelét, aki nagyon higgadta, még egy bolról mellé Driven Finesse shottal megszerzi a vezetést a 13. percben. És hát már, már előnyben van. Ezután végre lehetett volna nekünk is egy lehetőségünk, hogyha Rui nem Overmars, nem lett volna lesen. Na mindegy. Öm, aztán jött a 20, huszon... 21 perc, ahol uh, szöglet után hát tulajdonképpen sakmatra játszotta a helyzetet. Itt ugye, hát itt, 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 itt az a kulcs, hogy ő nagyon sokat várt. Szóval itt így össze-vissza futkarászt, és akkor hirtelen már má ott van, hogy csak bepassza és gól. Szóval ő vár, vár arra, hogy a védőim kimozduljanak, illetve elmozduljanak. Ami nem rossz igazándiból. Hát ugye gólt lőtt belőle, úgyhogy... Uh, úgyhogy, ja. Stan moving on. És itt ugye próbálgatnáik passzolni, hogyha nem lopná megint a labdát. Uh, Mbappé beindul, mint egy gyors vonat. Majd kapja Dembélé, egy kis scoop turn, egy kis back. És ott vagyunk, hogy Anri megint csak bepasszolja, és Dembélé ezt most éppen kihagyta de hát lehetett volna ebből is gól. Aztán egy nagyon rosszul kidobott labda, ami Mbappé elé pattan, és hát ö, és hát gólt is lő belőle. Úgyhogy 3-0 volt, aztán itt egy, egy kis szöglet. Szóval, hogy így le, lehúzta ugye Anrit, hogy jöjjön a kicsire, én nyilvánvalóan kettő embert el is vittem, K kettő embert el is vitt vele. Ö, Úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt itt elrontottuk. Aztán jön Peti, visszakapja. Dembélé, Peti. És végre védett megint. Cseh. De itt is össze passzoltak, tehát tényleg nem tudtam, hogy, hogy mit csinál, mit csinálják. Aztán Mbappé, hát itt Van Dijk, azt se tudta, hol van. Ö, Mbappé úgy random elment a mint a gyors vonat, és Dembelé kihasználja ezt. Fél időben gyerekek 5-0. Egy ötöst kaptam. A fél időben. Nyilvánvalóan nem a játékomra, hanem ugye ötöt kaptam. Itt is lennének a statisztikák, 14 lövése volt. Szóval ez már nem olyan volt, mint az első meccs, hanem itt azért rendesen támadott a srác. Viszont a possession az 50-50, ami szerintem fura, viszont a lövésem nyilvánvalóan nem volt. Itt van az első, amit Deha könnyedén véd. Aztán, uh, hát itt egy kis alázási. Egy kis uh, hopp, és hát konkrétan belé 5-star skill moves, esélyem nem volt. Uh, ez, szép, ez szép gól volt, sajnos. Aztán itt láthatjátok, hogy most visszapassza a Petinek, és látja, hogy csekk kint áll a kapuból, tehát nem a gólvonalon át És hát ahogy azt meglátta konkrétan, gondolt egyet azt előtte, és hát gól. Nyilván nem előtte, tehát tudatosan lőtte oda, és ebből gól született. És e, tulajdonképpen az legnagyobb helyzetem ellene az egy longshot volt, amit dehány nyilvánvalóan védett, tehát nem tudtam ellene gólt lőni, és itt is lett a vége. Az első mesen azt hiszem 8-at kaptam, másodikon 7-et, úgyhogy e, hát nem túl jó az összesített eredményünk, viszont egy élmény volt ellen a játszani, tényleg itt láthattátok, hogy egy profi tulajdonképpen hogy játszik PC-n, ugye aki nézte a Region azt, azt láthatta, hogy Barcelonában hogy a profik hogy játszanak Xboxon, PS-en, most itt volt ez PC-n is, úgyhogy ha tetszett és szeretnétek még ilyet, nyilvánvalóan még játszhatok vele, ha nagyon szeretnétek, de hát nekem nagyon nincs kedvem, akkor mindenképpen dobratok rá egy lájkot, like és a leírásban megtalálhatjátok a srácnak a Twitch linkjét, ahol uh, tulajdonképpen a, ezen a hétvégén lesztrímelte a 25 meccset, és minden 25 öt ugye megnyerte streamben. Úgyhogy uh, ha szeretnétek megnézni, hogy hogy játszott -e ezeket le, akkor mindenképpen látogassatok el a csatornára. Angolul beszél, szóval igazániból nincs azzal baj, hogy román, ugyanis angolul kommentálja a dolgokat. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Én Peti voltam. Sziasztok